Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Én magam is úgy éreztem, hogy a Fidesz-KDNP és a felvezető képviselői úgy próbálnak tenni, mintha nem lenne itt semmi látnivaló, mintha nem előzte volna meg egy igen komoly a nemzetközi szintéren zajló csörte és a globális minimumadó kérdéskörét. Hozzáteszem, hogy jobboldali konzervatív képviselőként bennem mindig szül egy ilyen rossz érzést, amikor van egy nemzetközi nagy ilyen hálózati megegyezés, és megmondják egy szuverén nemzetállamnak, hogy figyelj barátom, akkor minimum legyen nálatok ennyi az adó. Viszont a másik oldalról van egy nagyon-nagyon irritáló dolog, ami már itt elhangzott a mai vita során, hogy ugye én 2010 előtti korszakot nagyon sokszor kritizáltam, hogy túltámogatja a multi cégeket, nagyon sok vissza nem térítendőt biztosít számukra, és én lepődtem meg a legjobban, amikor pár évvel később a statisztika kijött, miszerint 2010 után meg háromszorozódott a multi cégeknek biztosított, jellemzően vissza nem térítendő támogatások tömege. Tehát egyik korszaknak sem vagyok rajongója ebből a szempontból. Nem jó ezeket a cégeket ennyire nyíltan és ennyire egyoldalúan támogatni, mert ez a másik oldalon ugye versenyhátrány a magyar mikro, kis és közepes méretű vállalkozások számára. Ne tagadjuk tehát el, hogy itt azért nem a kormányzat szándékainak megfelelően alakultak első körben a dolgok. Valóban az sem lett volna jó, hogyha mondjuk más kontinensek vagy más országok egy versenyelőnybe jutnak azzal, hogy szakaszosan, és mondjuk mi már bevezetjük a globális minimumadót, ők meg nem. De összességében azért rettenetesen irritáló, amit ezek a multicégek, főleg egyes autógyártók csinálnak. Tehát vannak közöttük olyanok, akik, ha minden tényezőt figyelembe veszünk, bizonyos időszakokban 1%-nyi adóterhelést sem vállaltak Magyarországon. És hát államtitkár úr, válaszolni kell arra, hogy mi lesz a royaltikkal? Mi lesz azzal, hogyha egy ilyen multicég azt mondja, hogy én informatikai rendszert bérelek mondjuk a német anyavállalatomtól, és ennek tudtommal nincsen felső határa, akármennyiért bérelhet informatikai rendszer. Mi lesz, hogyha gyártási technológiát bérel? Ugyanígy ismereteim szerint lényegi felső határról nem beszélhetünk, tehát itt a trükkös pénzkicsatornázás után megmaradt összegnek az adóztathatóságáról beszélünk az én fogalmaim szerint, és ez egészen más helyzet, mint hogyha azt mondanánk, hogy minden tényezőt figyelembe véve minimum 15% mindenkinél. És itt ugye a magyar szabályozás azért igyekszik még egy-két ilyen könnyítő tényezőt beemelni ebbe az egészbe, a tekintetben, hogy helyi adókat és másokat figyelembe lehet venni, és ugye súlyozva lehet ezt a 15%-ot kiszámolni. Én viszont óvaintem önöket attól, hogy Magyarország bármilyen tekintetben azzal versenyezzen, hogy itt a cégeknek mondjuk kevesebb adót kell fizetni, mint máshol, és ugye attól is óvaintem önöket, hogy a munkaerő olcsóságával versenyezzenek, mert ez egy több mint 3 évtizedes bedőlt stratégia Magyarországon, és ennek eredménye az az elképesztő emberi erőforrás kivándorlás, amely a demográfiai katasztrófával együtt folytogatja ezt az országot. És a mostani prognózisok szerint egy 7-7,5 milliós országgá teszi az évszázad második felében. Összességében tehát egy komoly vitapontunk van. Ugye a csatolt tanulmányban az szerepel, hogy 91 néhány milliárd plusz bevételre számít a költségvetés abból, hogy ezt az adózási módosítást eszközli. Én egyébként csak ezért hajlok a támogatására, mert azért csak beljebb lesz a költségvetés, tehát ezt ne tagadjuk el. Viszont a mi méréseink és szakértői mérések szerint alsó hangon 3-400 milliárd forint az, ami a költségvetésből a társasági adó soron hiányzik, és amennyivel kevesebb adót ezek az érintett cégek és társaságok megfizetnek. Tehát arra kérem önöket, és nagyon komolyan kapacitálom önöket arra, hogy a nemzetközi megegyezésen, az átültetésen túl vizsgálják meg ezeknek a nagy cégeknek a royalty gyakorlatát, a know-how informatikai rendszer bérlése és egyéb trükkös megoldásait, mert az a tapasztalatunk, hogy 1000 milliárdos nagyságrendben lehet profitot adózatlanul kitalicskázni, és a most bejelentett módosítás mellett ezeknek a nagyon-nagyon alapos átvizsgálása és valami felső határ húzása jelenteni azt a pontot, hogy érezhetően a közterviselés felé mozdulunk el. Még egy fél mondatot meg kell említenem. A vissza nem térítendő támogatásokat úgy látom, hogy egész Kelet-Közép-Európában azért fetisizálják. Tehát úgy gondolják, hogyha odaadnak vissza nem térítendő milliárdokat, ez majd alapjaiban befolyásolja a nagy multicégeknek a hozzáállását egy helyi befektetéshez, egy beruházáshoz. Nagyon sokszor ezekkel a vissza nem térítendőkkel a teljes munkabértömeget mondjuk 1 vagy 2 évre odaadják előre.
Van, amikor még többre, igen. A helyzet ezzel szemben az, hogy nem szabadna a magyarok bérének olcsóságával és a visszanemtérítendő transferekkel sem versenyezni. Ezeket ebben a formában át kellene gondolni, megnyitni a magyar mikro, kis és közepes méretű vállalkozások felé, és hogy azok ne csak kedvezményes hitelt, de támogatást is kaphassanak. Összességében tehát én azért hajlok a támogatás felé, mert mégiscsak jobban terheli az eddigi állapotnál ez az érintett multicégeket, de a teljes körű megoldástól nagyon-nagyon távol áll, mert a teljes körű megoldás csak a közteherviselés lehetne, és úgy gondolom, hogy rengeteg lépés van még előttünk addig, amíg elérjük ezt a pontot. Köszönöm a figyelmet!